készül Alexnek és Lacinak a reggeli, hogy kucskálnunk. Na jó. Szóval, egyszer az Osámban vettünk ilyen leveles tésztát, természetesen az akciós pulton találtuk 40% leárazás elé, 19 forint szerintem szupi. Szóval az övék ilyen sima leveles tészta, ebből csináljuk a sajt, tök jól megnőttek, láttad a sajtos csipokat. És akkor én pedig a kifliről rendeltem, szintén ilyen mencs meg pultról, egyébként tök érdemes nézegetni, vannak tök jó csirkemellek, húsok, mindenféle, tehát ott is ugyanúgy van lejárott pult, csak hát ugye nem úgy, mint az Osámban loholsz és életed árán megszerzel egy 500% akciós tejfölt, hanem a kanapén hátradőlve tudsz rendelni, szóval én ott találtam ezt a, nem is tudom, teljes kiörlésű leveles tésztát, tehát ott olyan, mint az övéké, csak Tante Fanni a márkája, és nem Dr. Oetker, és én is be tudom illeszteni a diétámba, és akkor itt a Marci leresztelte nekem a sajtot, szóval én meg ezt csinálom, illetve Alexnek, meg a kicsiknek, Magdikával küldök majd még croissant, de szerintem a Laci is kap belőle, azt pedig a kifliről rendeltem, ilyen mélyhűtős tetszett ki sütős croissantokat. Hopika, mit csináltál? Mit csináltál? Olyanek ott a papucs a szanaszét. Úgyhogy ők meg oviban vannak. Most megcsinálom ezt. De jó hangja van. Szóval ilyen sütő folyékony vajjal szoktam lekenegetni az ilyen sütiket, tésztákat, és akkor 185 fokon egy olyan, hát negyed óra alatt tök jó kis sajtos vagy. Esetleg múltkor, mert ebből ugye kettőt vettem, abba csináltam kakaós csigát, még itt van a kakaó. Azt csináltam nekik, és tök finom lett. És én tudom egyébként, hogy lehetne ezzel itt itthon is, és nagyon sokat szoktam nekik mindenféle süteményt, hát is tudjátok, meg már finokat, meg pogácsát sütni. De hát mondom, ezt megláttam. Ó, hát Noé nagyon szeretett volna kakaós csigát. Laci meg nagyon szereti a sajtos, nem is tudom mi ez, sajtos csíkoknak hívom én. Így legalább mindenki be tudja azonosítani, igaz, Ali? Cic, te is várod? Te is várod, hogy megsüljön? Úgyhogy ennyi. Tök egyszerű, egy kicsit megsóztam, nem tudom, hogy mennyire sós a sajt. Változó ugye mindig. Úgyhogy igazából egy olyan 20 perc alatt kész is vagyok, viszont a sót azt mindig a kezembe szoktam, tehát én nem merem ebből önteni, mert akkor tökre nem látom, úgyhogy ezt nem megcsinálom, és akkor bemutatom. No, rákerül só, és akkor ezt így nem kell túl vastagon, így szépen rá. És akkor ugye ilyen pizzavágóval, de egy élesebb késsel is el kell vágni csíkokra. És tényleg tök gyors. Így, amíg Alex, hát egy, azt számoltam, hogy egy olyan 18 percig körülbelül itt nyújtózkodott még az ágyban, ébresztés után. A cicák ébresztették őt, és akkor ugye még egy olyan 10 perc kell a hűtőből kivéve ennek a tésztának, hogy ne ragadjon annyira. Megnézzük! És akkor addig ő itt ébredezett, most jött le, most mászott le az ágyról. Úgyhogy tényleg ennyi, és el is készült a croissantja, szerintem azt ki is kéne venni. Igen! Jóság, Kori baba, te is szeretnél? Na, szuper! Mindjárt kiveszem.
És akkor meglátjuk, hogy milyenek lettek. Na, hát ez ennyi. Na, kiszedtem. Majd nehezen. Mert a Hurka is, meg Alex is rendkívül érdeklődő volt, csak nem akartam eltesni rajtuk a 185 fokos tepsivel. Hát, mennyire egyenesen tudom. Csak így, hogy a kamerán keresztül látom most. Szóval csak így szépen elvágni. Ugye megegesztettem egy kicsit a sajtokat. Igen. Jó. És akkor persze így is. Jól van, Ali. Jó, csak mozog. Ilyenkor kéne nekem még egy kéz, meg még két kéz igazából. Na jó. Jaj, mozog. Oké. Jó, hát ennyi. Szóval tök egyszerű bárki. Igazából nagyon gyorsan meg tudja csinálni, ha csak így kirándulásra. No, hát a Noé nagyon szeret most piknikezni, úgyhogy így reggel esetleg hétvégén, szombat, vasárnap kikapni. De tényleg azért mondjuk, hát teljesen nem tudom, 800-1500 forint között vannak ezek teljes áron. Hát, ki tudja, hogy megéri az idő, amit belefektetsz abba, hogy egy ilyen tésztát összehozzál. Leveles tésztát szerintem annyira nem egyszerű. Igazából az a 10 perc, amíg kiveszed a hűtőből, szerintem így megérte. Igen, így megért. De Édi vagy! Ez most komoly, hogy hoztál egy pizzavágót. Egy gyerek játékot, de Ari vagy. Ali, egyem a szíved. Tessék, nagyon ügyes vagy. Hát igen, Alex megfigyel. És hoz nekem eszközt. Na és akkor itt vannak a kis aprók, hogy a kezemhez képest is látjátok, ilyen kis aprók is. Hogy a meleg kroaszonták. Az pedig magyarok nyilvás. Ürüljön a mélyhűtő, meg a hűtő. Gondoltam, hogy ezt így gyorsba megcsinálom nekik. Na, ilyen kis helyesek. Ma így néznek ki, kivéve aztán majd nem tudom, elég összegyógyultak, de majd megpróbálom szétválogatni. Miket hoztál még? Ó, még kiszedő lapátot is hoztál? Jó, ez még nagyon meleg. Most itt bement az én kis teljes körülésünk is, kíváncsi leszek. Na, még várjuk, hogy kihűljön a reggeli, addig Alex megpróbálja megracsolni fűfejűt. Azaz. Jujjujjujjujj, azaz! Hú! Jó, picike ment mellé, nem sok. Ügyes voltál. Mert szerzünk innen mindjárt egy valami kis. Nagyon jó! Már meg lett egyébként nyírva. Fűfejű. Fűfejűs, bocsánat, krumplifejűs, vagy hogy is hívja Noé? Elfelejtem, én csak fűfejűnek hívom, de azt hiszem krumplifejűs. Essel a végén. Igen. Úgyhogy így állunk. Már egyszer megnyírta a Noé. Úgyhogy minden nap. Igen, valaki más racsolja meg. Most Alex volt a soros. Így állunk, szerintem akkor azt mond már. Azt meg tudja enni, ezt viszont elraktam papírtörőre, egy kicsit túltoltam a vajat. Igen. Úgyhogy az alját egy kicsit le kell jutatni. De szerintem finom lesz. Ali? Egészségedre! Kis aranyos, kis croissantkák. Persze most sincs egyedül, lezuhanó falatokra már van egy jelentkező. Ó, ügyesen! Na? Ott van benne a magyarókrém. Fincsi? Igen. Jaj, örülsz? Megjött az új, hát a második
cicálom, ugye, hogy bentiek a cicáink. Készítem épp itt az ebédemet, és utána tervezek nektek mindjárt fölvenni egy beszélgetős videót. No, a örök sali kész, még tetére szoktam tenni a feta sajtot, és akkor rá egy kis oregano, citromlé, sózni nem szoktam. Nekem a kedvencem egyébként ebből a paradicsom és a feta sajt. Úgyhogy majd utána fogom jobban összekeverni. Most egyelőre így elrakom, majd később kevergetem össze. Most itt van a csomag, ami így érkezett. Meg kellett nézni a Lacinak, hogy minden oké-e vele, mert elengedett a ragasztó. Mol.hu-ék nagyon jól becsomagolták, na mindegy. Elvileg megvan minden kettőnk ugyanolyan, mint a már meglévőnk, csak az rózsaszín. Ez pedig egy szürke, mindjárt kiveszem. És itt van a kis cica-mica. Aki érésben lesz, szurka pedig fantalszik Noé-nak a szobájában. Na nézzük. Szóval tök ugyan olyan, nagyon-nagyon bevált nekünk, mert egyszerűen lehet takarítani. Szóval jó, hát most itt szerintem nem sok embert érdekel itt a videóink. Mat nézők közül a macska alom, de azért jó, mert ki lehet az alsó tárcát húzni, ahogy itt a kép is mutatja. Akkor itt fölül van egy kis ajtó, itt a lapátot ide kell beilleszteni, szóval bármikor, bárhova eltelepíthetünk odébb. Úgyhogy hát nem tudom, mit mondhatnék még rá. Itt látszik, hogy tök egyszerűen lehet pótolni. A kivett almat belőle tök jól lehet tisztítani, és nekünk ez a rózsaszín volt eddig, de most az kint van a garázsban, és hogy ne kelljen folyamatosan nyitva tartani az ajtót, és bejönnek ugye a molylepkék, meg mindenféle, nem tudom, bogárkák ide a nappaliba, ezért vettem most így bentre is egy ilyen szürkét, szóval kint is, bent is lesz, akkor vannak kint a garázsban, hogyha valaki jön hozzánk, és akkor nem akarjuk, hogy a cica itt féljen, vagy éjszaka is ott alszanak, akkor nem akarjuk, hogy reggel itt kaparják az ajtónkat, mert általában ugye kedves puszedlinek a szokása az, hogy hajnali 4-kor meghallja a madárkákat, igaz, cica? És ki szeretne menni hozzájuk, mert tudom, milyen szép az idő kint. Aminek a növények roppant mód örülnek, és én is most nyugodtan tudok itt szellőztetni is akár, mert a cicák most nagyon nem akarnak ide kijönni a kertbe, úgyhogy most börtöntöltelékek továbbra is, ez a meglátásom, hogy főleg reggel, tehát hogy ugye nem mehetnek már át enni, és már be is vette. Kati néni bevette a etetőket, tehát se az itató, sem a kajástányér már nincsen kint, de már másnap bevette, amikor nem engedtük őket már ki. Lehet, hogy hallotta, hogy az udvaron mondom nekik, hogy szó sem lehet kimenet erről. Így gyűjtöm itt ezeknek, ennek a kupacnak itt a vizeket, azért vannak itt kint edények, meg kimentek a kaktuszok is kicsit. Jól érezni magukat, szóval most ilyen erre. Mindig elfelejtem, na mindegy. Szóval erre mutatom, hogy napok óta esős idő van. Úgyhogy most nem akarnak a cicák kimenni, de azért szeretnének, szóval kaparnak egyet-kettőt itt az ajtón, de nem vészes a helyzet, szóval egyáltalán nem vészes. Elfogadják azt, hogy ők most már benti cicák, Urka és Puszedli, ugye? Na, sziasztok ismét! Liza szobájából jelentkezem. Ezt fogjuk most nézni a Lizának a nyári pólóit. Kettő okból is. Egyrészt az, hogy holnaptól 29 fokot mond. Május vége van, ugye, mert nagyon-nagyon vártuk szerintem. Nem kell nektek mondanom, hogy mennyire vártuk a jó időt a nyarat, úgyhogy végre 28-29 fokot mond, most már tartósan ilyen 27-26-okat mond,
Szóval itt az ideje a nyári ruhákat elővenni, átnézni, mi jó, mi nem jó, illetve ugye átmosni, és akkor szépen itt a gardróbját, itt mögöttem a pulcsikat eltenni a fiókjába, és akkor a rövid ujjúakat kirakni a helyére. Nélkül ezt igazából annyira nem tudom megcsinálni, ugye hát hozzá kell mérnem, vagy hát föl kell próbálni, hogy mi jó, mi nem jó neki, viszont azért nagyjából egy host tudok már így mérni, ami egy kiindulási alapként, hogy mi az, ami tuti jó, és akkor eztek ugye nyilván határeset kupacok, amiket ugye, hogyha majd hazajön az újból, akkor fel kell próbálnia. Na de a másik indok pedig az, a jó időn kívül, hogy egyrészt most hétvégén, vasárnap lesz egy klip forgatásuk a táncegyesülettel, úgyhogy oda olyan ruhát kell vinnünk, oda bármivel mehetnek, ami nem gond, hogyha holiporos lesz, és igen, én is kérdőjellel néztem, hogy mi a jó ég, az a holipor. Na, belinkelt a Csajci egy fotót róla, hogy ez ilyen neon, ilyen jó kis tapadós, ilyen füstös porszerűség, hát hip-hop tánccsoportra beszélünk, szóval én már semmi nem lepődöm meg. Na mindegy, szóval most vasárnapra kell valami olyan ruhát keresnem nekik, ami elvileg az a por kijön a ruhájukból, de a hajuk, a mindenük a ruhájuk, és mindenük tiszta por lesz. Szóval olyan ruhát kell keresnem, ami nem gond, hogyha nem jön ki, és kidobásra kerülhet. Noljanak és Izának is egy-egy olyan ruhát kell, egyébként tökön a reptéren lesz ez a forgatás, hát nagyon kíváncsi vagyok. A másik pedig 2 hét múlva lesz a zárógála, amire már mi is megvettük a jegyeket tegnap, másfél órás táncos műsor lesz, tehát, de ez nem csak a mi csoportunk, de Török Bálint, Csepel, és azt hiszem Kőbánya is, tehát szintén ugyanolyan, mint ami volt a Majálison is, hogy minden csoport fellép, és azt hiszem, így kivéve a feltételekből legalább 4 vagy 5 tánc koreográfiában fognak szerepelni Lizáék is, úgyhogy megvan adva konkrétan, hogy milyen ruhát kell. Tehát most így visszaemlékezésből mondom, hogy kell egy rózsaszín póló Lizának, és egy fekete nadrág, és Noénak pedig egy lila póló. Na ez nagyon érdekes, ez, hogy fiúnak lila pólót honnan akasztasz le? Na mindegy. Aztán kell egy kék színű nyári ruha Lizának, és Noénak pedig egy kék színű rövidújú ing. Aztán kell valami keki, fehér és bécs színű kombináció, itt nincs megszabva, hogy ne legyen mintás, ezek nem lehetnek mintások, amit eddig mondtam. Azt hittem, hogy a nyári ruha esetleg virágos lehet, de ha lehet, az se legyen mintás. Kell egy citromsárga póló, ez a harmadik, igen, citromsárga póló és fekete nadrág. Aztán pedig kell egy... ja igen, az a keki, fehér és bézs felső és póló, vagy ruha, vagy bármilyen kombinációban egy ilyen összeállítás. Igazából a feltételeket azokat elmondták, és ugye ehhez ugye tartanunk kell magunkat, hogy a koreográfia az úgy stimmeljen, úgy csoporttilag. Szóval ezeket egy hetünk van beszerezni, hogyha esetleg nincsen. Most nekem a citromsárga póló az, minthogyha lenne céundásunk. Rózsaszín az szerintem nem gond, az biztosan lesz. A kék nyári ruhával bajban vagyok, és Noénak a lila póló, az nem tudom, tehát lehet, hogy ő is egy rózsaszín, amit a hátában vettünk, van egy ilyen kis galléros rózsaszín póló, lehet, hogy azt fogom küldeni, hát nem tudom, tehát egy lila pólót fiúnak, na érdekes, a gyerek, ez a mini csoport, és akkor van a gyerek csoport, meg a felnőtt, meg a mit tudom, a tinédzser csoport, nekik is azért tök jó ilyen összeállításokat talált ki, nekik például az egyik szett az piros baseball sapka és piros térdzokni. Na most ezen megy, látom a csoportban a dilemma, hogy honnan szerezzék be ezeket. Baseball sapkára már találtak egy webshopot, ahonnan tudnak venni, de egy hét van rá, jövő hét szombaton lesz a zárógála, szóval igen. És a piros térdzokni, na mindegy, hát tagjai vagyunk, aláírtuk a szerződést, úgyhogy megyünk minden ilyen eseményre, fellépésre, klipforgatásra, meg mit tudom én, úgyhogy ez most a feladatom, hogy ezeket itt megpróbáljam megkeresni, és nyilván hát ugye kimosni. Igazából szerintem ez a holiporos történet, hát valami, nem tudom,
valami kevésbé kedvenc, nem tudom, pepkós, vagy valami ilyen pólót, ami nem baj, hogyha, amit amúgy is óviba adtam volna be, vagy Magdikához, így plusz veletes ruhának, akkor valami olyasmit kezdünk. Hát azért mégiscsak valahogy azért a klipben nézzenek ki valahogy, szóval nem lehet egy ilyen lyukasszakat, értitek, olyat nem adhatunk, de mégis valami szerintem lesz, szerintem találni fog. Úgyhogy ezt fogom most gyorsan egy körülbelül fél darab alatt lezavarni, mert addigra kész lesz reményem szerint a pörkölt, amit éppen főzök. Na hajrá! Ebben a fiókban vannak Lizának a nyári ruhácskái. Igazából, hát muszáj kivennem az egészet, mert vegyesen van újatlan, és rövid újas is. Nyilván az újatlanokat, azokat szerintem most még egyelőre hagyjuk. Azt hiszem, hogy itt egy sárga. Na, itt egy sárga. Ez a sárga. Na? Ó, 122. Na, ez lehet, hogy ez nagy is lesz. Vegyesen azokat is beraktam, amiket ugye itt évközben a Vintedről vettem neki, szóval itt teljesen vegyeses, azért mondom, hogy meg kell néznem, hogy mi az, ami idén jó lesz rá. Hát kíváncsi vagyok, ott is van egy sárga bent. Ott. Na, az. Szerintem ez az, amit én keresek. Na, jó van, kipakolom meg, illetve tegnap is jött egy Vintedes csomagunk, és abban volt egy ilyen cuki, citromos, rövidújú, ilyen tunikaszerűség, úgyhogy ezt is szerintem a héten már befügg. Ez 4 éves méret, szóval igazából az összes többi ruha, amit küldött, 122-es volt, úgyhogy belerakott nekünk egy 4 évest is, illetve hát igen, jött még egy kis leggings, ami viszont 110-es, meglátjuk, hogy ez jó lesz-e, mert elvileg 104-es ilyen kis majorál leggingsek, azok most jók lesznek, lehet, hogy ez egy picit bő, de hát meglátjuk, lehet, hogy maximum augusztus lesz. Szóval ezt a kettőt ezt itt hagytam előre, egyébként ő is nagyon finom, illatosan átmosva küldött mindent, úgyhogy ezzel sem kell törődnöm, tehát szerencsére ezek itt mosásra maximum az, ami új, azok szorulnak, de ezeket tök szépen elraktam kimosva még szeptemberben. Úgyhogy akkor ezeket gyorsan kipakoláztam, és akkor átnézzük. Aztán pedig majd jönnek ide a hosszú ujjúak helyére, majd fel kell Liza segítségével válfázni. Egyébként én is nagyon szeretem nézni ezeket a kis rendezgetős, gardrób rendezgetős videókat YouTube-on. Van egy amerikai család, akiket már egy ideje követek, és ő nekik is, nem nekik, 5 gyerekük van, és ő is nemrég csinálta meg egyébként a kis gardróbjukat a két kisebbik lánynak. Szóval, ja, én is egyébként tőle kaptam így erőt, inspirációt, szóval, ja. Kipakolászom ide, és akkor megnézegetem, hogy, hát főleg az, hogy mi az, amit keresünk. Mi az, amit ki kell mosni, és mi az, amit még egy picit visszateszek, amik újatlanok, azokat szerintem most még visszateszem. Itt is van, ezek az, amiket vettem Vintedről. Igen. Ez a kupac, ez használtan a Vintedről. Szerintem mind majorál. Jó. Nem, ezek már szoknyák és ruhácskák. Oké, okay. Jó, akkor. Akkor mutatom, hogy miből indulunk ki. Na, elkészültem, hát szerintem megtaláltam a tökéletes minta nélküli citromsárga pólót. Ennél egy picit élénkebb színe van, a kamera eléggé kifakítja, úgyhogy egy kívánság az pipa. Nem tudom, a citromos itt annyira szorongatom, nem tudom, annyira tetszik nekem most valahogy a citromos minta berögződésem van, hogy imádom ezeket a sárga citromos mintájú pólókat, szóval igen, az itt maradt. Aztán akkor itt vannak amik ilyen újatlanok. Úgyhogy ezeket, itt is van egy sárga, jé, majd gyere.
Na gyere csak, melyik öttök lesz jobb, mindjárt kiderül. Na, de jó, hogy belelapozgattam még egyszer. Ugye ezek a kis, jaj, újatlanok. Ó, látom, van még itt 104-es is, ami, hát meglátjuk, hogy jó lesz-e, de ezekkel egyelőre most nem foglalkozunk, mennek vissza ide a... Gondoltam, hogy nem fogunk elférni a táskájától. Kipombis táskáját itt féltve őrzi. Gyorsan ide visszatesszük a kánikula pólóit. Bár a 29 fok azért az már eléggé kánikula. No, oké. Akkor... Na, most ti miért nem fértek ide be? Jó. Jó, ezt majd akkor eldöntjük. De az lényeg, hogy akkor ez itt így megvan. Jó, aztán kelni fog egy sima, egyszínű rózsaszín, és azt mondom, itt van lila. De jó, ez tunika, ezt nem tudom a Noénak odaadni. Na, itt vannak a majorálok. Ezeket próbálnia kell, hogy melyik jó, melyik nem, mert van itt, igen, 122-es, az is, igen, szállnak 116-os, és most ugye olyan 104-110 között van, de a majorálok jóval kisebbek. Úgyhogy ezeket egyelőre most így itt nem bántom. Ezek itt a lényeg, ezeket kell átnézni, mi az, ami tavalyról még idénre is jó lesz. És akkor megkeresni, amit le lehet holiporozni. Van itt peppás is, hát nem szereti már annyira a peppát. Úgyhogy mondom, ezeket azért, van itt barbis is közte. Ott egy barbis. Na, úgyhogy ezeket akkor nem is tudom, hogy csináljam, hogy ott van egy pár, itt egy pár válfa, kezdjem el már, nem tudom, egy heti adagot, amit jövő héten felvesz, elválfázni, vagy várja meg a Lizát, és akkor az egész gardrób így átlepakoljuk, meg egy csomót még most mosok, ilyen téli pulcsikat, és akkor azokat ide, mondtam, hogy azokat teszem ugye át, nyilván ide annak a helyére, itt lesznek majd akkor a téli dolgai, és akkor jönnek elő a nyáriak. Jó kérdés. Mindegy, ami kell nekünk, azokat kikeresem, és akkor a többi pedig szerintem délután majd a Lizával megoldjuk. Azt hiszem, megtaláltam a tökéletes, nekem tökéletes holiporos ruhának. Való, de nyilván Lizának a kedvence a mancsőrjáratos pólója. Egyetlen egy darab mancsőrjáratos pólója, és egyetlen egy mancsőrjáratos nyári ruhája, azt még nem is vettem elő, van. Hála Istennek. Egyet engedi ezt neki. Úgyhogy jó, ez tucira, ezt jövő héten fel akarja majd venni. Aztán, amit még mutatni akarok, hát igen, egy csomó szerintem 104-es, azok már picik lesznek, szóval, sőt, még találtam egy 92-es majorál pólót is, és ez még teljesen új egyébként, viszont szerintem ez meg tök nagy. Tehát ez, elvileg szerintem ezt így 92-es tunikának vagy ruhának gondolták, de tavaly még nagy volt rá a 98-as mérettel, úgyhogy meglátjuk, és ez egy milyen cuki cica van rajta. Úgyhogy igen, van itt bőven kérdőjel kupac, és amit megkérdezed, amit akartam nektek mutatni, azok ezek a, hát igen, mindig problémába ütközünk, hogy nincsenek ugye, Nincs mit ráadni a minimum is ilyen mintás legények. Szóval vannak tök szép virágos, meg mit tudom én. Most épp hátra néztem, és akkor mit tudom én, itt látok. Egy, jaj, szóval ilyen ocelot mintás, meg nem is tudom, szóval ilyen szépséges, csiricsári színes legényzek. Oh, tudok is egyet például itt mutatni. Na. Szóval egy ilyen, ilyesmi, mert ezek mondjuk itt szedben vannak, azért volt itt a pólók között. Szóval ehhez azért elég nehézkes, és akkor ehhez vettünk a Kikben tavaly ilyen kis tunikákat, és már tavaly is a 110-es volt ebből neki jó, úgyhogy gyorsan betankoltam belőle még szeptemberben is, tök jó áron. Ha meg tudom mutatni, igen.
Tehát 550 forint volt alapáron, és azt hiszem, ilyen 300-400 forintokért is találtunk. Úgyhogy értelemszerűen ezekből betankoltam gyorsan. Szóval tényleg nagyon-nagyon jó. És még idén is lehet őket kapni. Szerintem most már azt hiszem, ilyen 700 forint körül vannak, de még az is tűrhető. Úgyhogy ebből az egy színűekbe, de sajnos nincsen sárga. Úgyhogy azt nem tudok adni most neki a fellépésére. Viszont rózsaszín az van, és egyszínű. Úgyhogy azt hiszem, az egyik feladat az szintén kipipálva, sőt, van olyan, ami ilyen sima póló, ugye? Viszont összementek mosásnál, arra figyeljetek a kikesnél, hogy legalább egy számot összementek. Úgyhogy a 98-as méretű gyerkőcre akkor vettem a 110-est, és mosás után lett neki tökéletes. Úgyhogy megpróbálom, nem is tudom, 30 fokon csak öblíteni gyorsan őket, ilyen nem tudom, 30 perc mosással, mert egyébként tényleg a kikes ruhák sajnos durván összementek. Szóval van a tunika fazon, ami szerintem tök jó leggingshez, és van az ilyen kis sima, és ezt mind most is így egy ilyen kör állványon megtaláljátok a kikben. Nem is tudom, hogy melyiket, szerintem a tunikát fogom neki választani, úgyhogy akkor megvan még egy, ami kívánom, és akkor igen, valami bézs és keki az egyáltalán szerintem nem is volt itt a kupacban. Pláne nem minta nélküli. Úgyhogy keki, fehér, na a fehéret azt viszont teljesíteni tudjuk, mert itt van egy minta nélküli fehér póló. Na. Oké, akkor ez majd valami keki nadrágot keresünk, és akkor az a szett is kész. Fekete nadrág, ez szerintem biztos, hogy van ilyen leggings, ha más nem, akkor Noé-tól kérünk kölcsön, de szerintem ilyen vékonyabb feketét fogok találni. Úgyhogy cupi. No, hát amiért igazából jöttünk, most így gyorsan a kis torkolt fövési ideje alatt azt teljesítettem is, és akkor Lizára jön haza, igazából vár most majd egy ilyen próbálgatás, hogy mi az, ami jó, nem jó, van itt 110-estől kezdve, azt hiszem ez a cicás, ami úgy sajnálok, de szerintem ez, hát 98-as. Tök vegyes egyébként a méretezés, tehát valamiből a 110 jó, valamiből, amit tudom én, a 92 is nagy, akkor van H&M is itt néhány, ami meg 98-104, szóval nem tudok úgy vásárolni, tehát nem azt jelentem a gyerekem méretét, hanem mindegyik márkánál más a méretezés, ezt például használtam, vettük át, benne van a kislennek a neve, Next polócska, úgyhogy, ja, egyébként azt szoktuk a Lizával csinálni, legutóbb vezettük ezt be, hogy 5 darab kérdőjeles ruha neműnek a felpróbálása után jár neki egy, de most nem tudom, hogy hol van, nincsen már itt fel, nem látom, jár neki egy ilyen picike, ilyen kis nyuszitól kapott kis tojás, vagy nem is tudom, bármilyen nyuszi csoki, egy ilyen kis aprócska, és akkor azzal úgy nagyjából szabadon rendelkezhet, szóval nyilván nem ebéd előtt, meg reggeli előtt, szóval nem reggelire, de azzal nyilván azzal szabadon rendelkezett, és akkor ezzel tudtam. Akkor ösztönözni, tehát ez ott a deal, hogy 5 darab pólót fölpróbál, tehát nem az egészet, nyilván nem az összeset, csak amit úgy gondolok, hogy jó, nem jó, ki tudja, és akkor nem tudom, lett neki egy 3-4 darab kis apró csokia, amit tényleg akkor evett meg délután, amikor jól esett neki, úgyhogy ja, így ezzel tudtam ösztönözni, a Noé-nál is szerintem ugyanez lesz a taktika. Azt nem tudom, egyébként azt mondtam múltkor, hogy anya, nem érted, hogy nem szeretem már a Peppát? Úgyhogy vettünk neki 2 ilyen Peppás pólót, hát lehet, hogy ez megy föl Vintidre igazából. De például tegnap meg Peppa mesét szeretett volna nézni, szóval ki tudja, nem tudom, 2 darab 110-es Peppa pólónk van, mikor milyen kedve van, hát meglátjuk. Megkérdezem tőle, hogy szeretné-e esetleg oviba őket. Aztán ennyi. Ami tuti jó, az a Barbie, és ez 5 éves méret. Úgyhogy ezt Osánban találtam még neki télen ráadásul.
hogy ezt nem hagyhattam ott a barbisat. Hát igen, hogy akkor erre a poros partira fogalmam sincs, hogy melyik lesz a nyerő. Nem tudom. Van itt ilyen cukit, látjátok, hogy pepkósat is vettünk neki, tényleg azok ilyen óviba tökéletesek, vagy udvarra, ilyesmi. Ez például tök aranyos. Csak hát az a baj, tényleg ezt kimosom, és akkor itt ezek biztos, hogy lejönnek ezek az ezüst minták róla, szóval ha lehet, akkor most már a Pepco H&M-et, ezeket most már nem veszem neki. Ha itt csomagban valakitől átveszek, és van benne, ezt néztem egyébként, kinézzétek, hogy ez jól szedi a szöszöket, de hogy ez például mit szartak egy ilyen poros mókához, kutyusos, mégiscsak kinéz valahogy, ilyen csillámos, kicsit már így kopik le a minta, na mindegy. Szóval ez például milyen lenne neki? Szerintem azt oda teszem. Ez egész szupi. Aztán lehet, hogy kijön, lehet, hogy nem jön ki. Úgy írták, hogy készüljünk olyan ruhával, ami nem baj, hogyha... Ez is cuki. Nem baj, hogyha szintén pepkós. Ha baj lesz vele, hát 780 forint egy ilyen pepkós póló, szóval igazából nem dőlünk kardunkba, de azért szeretjük, amik vannak neki ruhácskái, szeretjük. És hát azért jó lenne nem egy használat után, ugye, kidobni. Na, van neki ilyen pacis is. Hát nem tudom. Tényleg az a sötét kék még egyelőre az, ami nekem, azt mondom, hogy szívesen adom. Ez is végül is. Bár ez meg simis, ezt meg azért sajnálná. Jaj, nem tudom. Nem tudom, viszont a pörkölt az már kész van, úgyhogy mennem kell-e. No, nagy mosás történt. Ez egyébként 3 adagnyi mosás. Hát nagyon vártuk már ezt a szép időt. Úgyhogy ennél a teregetésnél, mosásból bepakolásnál, és a teregetésnél jobb. Ennek csak az elpakolása lesz. Nem semmi. Jött a kisasszony! Szia, Liza! No, elkezdtem már egyébként rendezgetni ide előre a rövidújúakat eddig, és hát igen, a probléma a sajnos adott, hiába raktuk ezt a részt lejjebb egyel, vagy kettő ilyen kis egységgel, már lejjebb nem lehet rakni, mert akkor meg a pólók is ugye lelógnak ide az üveges részre, nem tudok hátrébb jönni, itt a falnál vagyok már. Úgyhogy 110-es méretnél már ez a gardrób megoldás így ebben a formában sajnos nem jó. Úgyhogy valószínűleg a ruháit át kell tennünk majd arra a részre. Itt még a polc alakulóban van, bekerült oda egy Barbie repülő, igen. A kabátokat értelemszerűen fölrakjuk majd szerintem valamelyik ilyen tárolójába, és akkor átrakom oda a ruhákat. Tehát akkor meg ide fölőre mit tegyek? Szóval nem tudom. Hosszú jut, azt ennyit hagytam itt neki elől. Azért még lehetnek hűvösebb napok. Tűszoknyáit is mindjárt majd átnézzük. De első körben most, hogy így a Liza éppen ráér, így vacsora előtt, megnézzük a pólókat. Liza, a peppás pólót azt szereted még, vagy mi legyen vele? Még. Legyen még peppásod? Mind a kettő peppás még tetszik neked? Igen. Van egy ilyen unikornisos? Azt mondjuk. Unikornist, azt tudom. Meg van egy ilyen szuzis. Mind a kettő? Uh-huh. Jó, akkor keressél majd nekik. Sőt, ne keressél, mert ezeket ki kell mosni, ezek még újak, jó? No, és akkor itt van még kettő kérdőjel, amik szerintem már kicsik lesznek. Van egy ilyen libás. Jó, akkor ezeket megnézegetjük mindjárt, és akkor utána föltesszük szépen, ott maradt egy pár fogas, vagy akasztó, ez nem fogas, az akasztó, szóval maradt pár akasztó, és akkor ezeket szépen elrendezgetjük, oké? Oké.
neked. Leveszed nekem? Jó, köszönöm. Milyen az alma, mit mondtál rá? Szemüveges. Aha, neki is szemüvege van, mint neked? Uh-huh. Uh-huh. És hol a szemüveged most? Aginál. Aginál maradt, Magdikánál maradt, igaz? Tegnap ott maradt, és nem, tegnap előtt. És még nem hozta át. De majd azt mondta, hogy valamikor áthozza. Na, hát eddig tök jó. Eddig itt így állunk. Eddig szinte minden jó. Egyedül ez a cicás tűnik kicsinek. 104-es next az, amit... Csak egy kevés van. Egy. Micsoda? Csak egy. Látom. Kettő maradt. Kettő válfa. Hát... De jó, hogy már megint flexelnek kint. Fagyis autó. Hát ez nem a fagyis autó, itt flexel a szomszéd megint. Na, ez annyira cuki. Ez 104-es majorál, ezt még megtartjuk, az tuti. Kis kutyusosat, annyira szép. Úgyhogy még fölül is vannak azért válfák, egy pár, de nem sok, ott is van, csak olyan négy darab van. Itt van a cicajel. Cicajel, igen, kislánynak az volt jel az oviban. Na, még ennyi van. Pillangó a jeled. Jó, úgy döntöttünk, hogy levesszük az összes hosszújút, és inkább ezeket fölfálfázzuk, hogy meglássuk, hogy akkor mennyi is van. Ez is olyan. Uh-huh. Jó. Úgyhogy akkor válfázás. Leválfázás, fölválfázás. Ezeket akkor meg nem tudom, valahova elteszegetem innen az ölemből. Jó, jöhetnek. Házikó? Barbie. Igen. Szemüveges alma. Két hát. Ez egy sátor is van, ez Disney-s. Jó? Hattyú. Hattyúk. Szép világ. Libák. Csak megnézzük szín szerint. Jó. Kékecske, vagy kékes lila? Ó, igen, anyának a kedvence. Ez nagyon szép, Liza. Uh-huh. Na, ezt hova tegyük? Ez fehér is, meg kék is. Nem tudom, tegyük ide. Kékek közé. Muszi, muszi. Ez. Ez egy kutyus, Liza. Aha. Az egy basset hound volt, szerintem. Méri. Aztán majd vehetem le. Hogyha lent megszáradnak a ruhák, akkor a Liza póló, illetve a következők, amiket eltöblítünk. Úgyhogy vehetjük majd le. Főleg a pepkósok, amiket. Ki tudja, milyen körülmények között készültek, úgyhogy mindenképpen át kell mosni minden ruhát. Ami új, ugye? Jó. Aminek nincs szem. Hát, de ez olyan érdekes szabás, hogy ilyen széle hossza egy kb. Na, ugyan cuki a cica. Ezért tartjuk csak meg, mert cicus van rajta, de... Nagyon széles.
Jó, mindjárt kész. Még három van. Noé elkészült itt a... Noé. A Noé? A Noé kiabál lent, igen. Megnézzük, mit csinál. Nem látjuk. Szomszédokkal. Szomszéd gyerekekkel beszélget valahol. Hol? Én nem látom. Apával vannak lent. Meg Pipivel. No, tehát így néz ki. Ah, jól néz ki, szín szerint. Rendezgettük őket. És akkor jönnek a szoknyák most. És hát akkor szerintem valószínűleg ezeket is le kellene venni, ezeket a... Ugye, Liza, a hosszú jóidat? Ezeket én nem akartam volna eltenni, de hát így azért jobb, hogy ezek kellenek most már nekünk majd jövő héttől. Ugye? Igen. Mi van, nyuszi-muszi? Ugra-bugra? Ugra-bugra? Úgyhogy csak egy darab volt, az az egy cicás, ami 98-as, az valahogy itt maradt. A nagyok közé tettem valamiért, nagyok, hát 104-110-es sek közé, illetve van még itt, nagy pecsben tartva, amit kaptunk Krisztitől, ezeket a ilyen vasalható mintásokat, Ádámest. Úgyhogy még ez itt van, itt van a fiúké is alatta. Úgyhogy ez itt nagy pecsben van tartva, itt az üveg részen elől. Vagy a csiga. De cuki. Ugye letarolja a többieket. Hello, sziasztok! Nem, megállt. Nem tudja őket elsodorni. Aha. Igen, az állványt is mindjárt itt elsodorja. Meg a könyvet is elsodorni. Nem kell elsodorni, bizony. Lizának is van egy kis ropi, és füvet nyír valaki. Este, 9-kor. Na, fókuszáljál. Úgy. Este 9 van, és hallgatjuk, hogy milyen jó ég ez a zaj. Tök sötétbe. Valaki most el neki itt füvet nyírni. Érdekes. Igaz? Kész Ropit? Adok neked is. Tessék. Visszem a Lizának. Csúcs. Végül is csendtáborítás. Ugyan már. Kit izgat az. Azt mondta Laci, hogy szerinte túl meleg lesz holnap. Hát végül is. 29 fok lesz holnap, ja? Na, szükröződünk. Igaz, szurka? Hát, jó munkát. Na, még, amíg többiek, amíg fürdik Alex, gyorsan átnézem a fiúknak, ilyen vákumzsákba tettük el a nyári cuccaikat. Itt van Huri. Ő őrzi a dobozokat, ott a napszemüvelyek vannak egyébként. Alatta meg már elkezdtük pakolni a vastag pulcsikat. Szóval itt nézem át, szerintem ezeket kinőtte mind a két fiú. Hát Noé ugye örökli Alexnek azért néhány pólóját, de szerintem ezeket, hát mindegy, majd megnézzük. Elég kis vékonyk a Noé, úgyhogy meglátjuk, hogy jók lesznek-e. Ez Alex kupaca egyelőre, ez itt Noé-nek a kupaca, ez pedig még mind a kettőnek nagy. Van itt egy ilyen 128-as tűzoltós poló, ez mind a kettőnek idére nagy lesz, ez meg, mondhatom, ez lesz a holiporos. Viccelek. Mancsőrjárat, most is mancsőrjárat megy. Mancsőrjárat mánia van még mindig, de egyszerűen annyira szerettem volna, tudjátok jól, hogy elkerülni ezt a mancsörjáratos, hogy ez behúzzon, és hogy mindenük ilyen legyen, úgyhogy egy-egy azért van, azt hiszem Noénak kettő, nem. Alexnak van egy pulója, Noénak van kettő, a hádában választották maguknak, és Lizának pedig a kikből van ugye egy, amit mutattam, meg egy ruhája.
Úgyhogy ennyi a mancsos történetünk. Legszívesebben ezt adnám erre a poros mókára. Ez Alexé volt, ez a minyonos. Szerintem ez még idén is jó lesz neki. Igen, Alexnek ilyen 116-122 van, Noénak 110-116-ok vannak. És akkor ezek ilyen C-undá, főleg 104-esek, ugye ilyen járművesek. Meg ilyen tök jó. Ez még címkés, igen, ez takkós. Nem tudom, lehet, hogy egyébként jók lesznek rá. Nem tudom, 110-es takkós. Meglátjuk, hogy jó-e. Azok azért kisebb méretek. Hát, ő is jól megnyúlt, a Noé is most jól megnyúlt. Hú, a pókember élt a Noé. Biztos, hogy sorban fog állni. Ha itt Alexnek ezt annyira szerettem, ezt a mosolygósat, ez annyira Alex egyébként. Nagyon cukija, imádják a simizőseket, ők is. Pókember, van itt minden. Na, gyorsan átnézem akkor így gyorsan. Gyorsan, mert holnap már meleg lesz, úgyhogy muszáj lesz rövidújú pólókat elővennünk. És ezeket ugye át is kell öblítsem. Szóval az a terv, hogy ugye megszáradnak a kint lévő ruhák. Holnap, hát szerintem legkésőbb délig, és akkor kimosok egy mondjuk, hogy nem tudom, egy olyan adagit, egy olyan 10 darab pólót, lányt is, fiút is, és akkor azokat még így kiteregettem, és ennyi. Egy hétig akkor legyen nekik biztosan, biztos lesz azért még rosszabb idő is, szóval nem biztos, hogy minden nap rövid újúba mennek, Zoruka meg szeretne bejutni az értukat itt. Na, jó, nézegetem őket. Igen. Hello! Hú, a szemed az, hogy világít. Mit csinálsz te itt a szatyorban? Levákumozzunk és elhagyjunk a szekrénybe? Cica, mit csinálsz te itt? Aj, Alex! Játszik ezzel a német játékot, abba pörgeti az autóit. Na, Cica, ki kéne jönni, mert az a baj, ki fogod kaparni. És akkor már az életbe többet le nem fogjuk vákumozni. Gyere, 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 gyere.